Azt gondolom, hogy a minden nyáron megrendezett tusnátfürdői dzsembori a Fidesz talán legfontosabb rendezvénye. Ennek két oka is van. Az egyik ok az, hogy ilyenkor nyárra tusnátfürdőre koncentrálja a Fidesz azokat, akik politikailag, gazdaságilag vagy intellektuálisan hozzájuk köthetőek. Ez gyakorlatilag a nernek a nagyon széles, nagyon nagy holdudvara, aki ilyenkor itt megjelenik, és ezzel is reprezentálja a saját hűségét a rendszerhez. Tehát ez az a politikai rendezvény, ahova Orbán Viktor a saját maga embereit koncentrálja, hogy aztán ott táborozhassanak együtt. Vagyis azt is mondhatjuk, hogy ez, tusnádfürdő, egy évről évre megszervezett Koncentrációs tábor. Ez az a koncentrációs tábor, ahova nagyon nehéz bejutni, viszont annál könnyebb kijutni, és ezzel azt mondhatjuk, hogy teljesen ellentétes a történelmi koncentrációs táborokkal, ahol pont ellentétes volt a mozgás. Könnyű volt bekerülni, és nehéz volt kikerülni onnan. A második ok, amiért kiemelt figyelemmel kísérem évről évre a tusnád fürdői koncentrációs tábort, az az, hogy az itt megjelent értelmiségi holdudvarának a nernek Orbán Viktor minden évben felvázol egy távlatos, világviszonylatokban is értelmezhető stratégiai víziót. Ezekben a hosszú távú, akár történelmi távlatokban is gondolkodó Orbáni elemzésekben egyébként nagyon sok igazság szokott lenni, ellenben azzal, amit hétről hétre szokott nekünk, akár a Kossuth rádión előadni. Tehát nagyon érdemes ezekre odafigyelni és elemezni, és nézzük is meg, hogy doktor miniszterelnök úr milyen stratégiai vízióval kínálta meg idén a magyarokat, a magyar közéletet. Halljuk a doktor miniszterelnök urat. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim mi és Uraim! Kedves táborlakók! Román hadakon átvágva érkeztünk meg ide. Mi az Isten? De mi inkább szeretnénk őket fogadó bizottságnak látni, amire jó okunk van. Mert a kereszténységért folytatott európai küzdelmünkben nekünk meggyengült latin keresztényeknek szükségünk lesz a román ortodoxiára is. És ezután is üdvözöljük az érdeklődő román közönséget főleg még inkább szüksége lesz Orbán Viktornak az orosz ortodoxiára. Nem, mintha kereszténységet akarná megvédeni, hanem sokkal inkább a kiépített autoriter rezsimjét. Itt azzal kezdi Orbán Viktor a beszédét, hogy román hadakon keresztül kellett átvágnia magát azért, hogy eljusson ugye magyar földre, és egyébként a beszédében is elmondja azt, Erdélyről és Székelyföldről azt, hogy ő soha nem állította azt, hogy ez ne lenne magyar föld. Ergo Orbán Viktor a mai napon sem ismeri el azt, hogy Erdély és Székely föld Romániához tartozna? Ez nem tűnik nekem túl bölcs diplomáciai megjegyzésnek. És Orbán Viktor a beszédének az első 10-15 percét arra szánta, hogy a románokat ócsárolja, hogy kiparodizálja őket, hogy elképesztően arrogáns módon gyakorlatilag kifigurázza azt a levelet, amit kapott a román hatóságoktól. Ugyanis kapott Orbán Viktor egy itinert a román államtól, egy hivatalos dokumentumot, hogy nagyon jó lenne, ha tapintatosan fogalmazna ezen a beszédén, és nagyra értékelnék, ha nem érintene bizonyos pontokat a beszédében, vagy kellő érzékenységgel beszélne erről, és hát Orbán Viktornak nem is kellett több, fogta ezt a levelet, felolvasta itt nyíltan, és pontról pontra elképesztő arroganciával kifigurázta azt, és fölényeskedett. Majd a végén elmondta, hogy ha a román miniszterelnök Magyarországra fog jönni, ő sem fogja megmondani neki, hogy miről beszéljen, és egyébként is ő már a 20. román miniszterelnök, mióta Orbán Viktor kormányozza Magyarországot, szóval neki csak ne senki. Nagyon szórakoztató volt ez a 10-15 perc, beér egy ilyen politikai stand-up comedy a diplomáciai bölcsesség viszont nem feltétlenül hatotta át ezt a beszédet, nem gondolom, hogy nagy mértékben sikerült volna javítani ezzel Orbán Viktornak a Romániában élő őshonos magyarok helyzetét. Ez a pökhendi arcoskodás úgy gondolom, hogy csak arra volt jó, hogy a híveit megerősítse még jobban abban a hitükben, hogy Orbán Viktor a legalkalmasabb vezető Magyarország kormányzására. És erre teljesen alkalmas volt ez a politikai stand-up comedy, de engem nem ez a része érdekel a beszédnek, engem a túlsányosi beszédekből mindig a hosszú távú stratégiai gondolkodása Orbán Viktornak fogott meg, és ez érdekelt most is. Na nézzük, de más után miről kellene beszélnünk. Na, ez a lényeg. Kedves barátaim, Tisztelt az emberiség történetének, történetének egy különösen veszélyes időszakát éljük. Ezek a nagy változás évei. Ez a változás a Föld minden pontját és minden országát érinti. Ezért, ha Magyarországról, a Kárpát-medencei magyarságról akarunk érvényeset mondani, akkor először a világról kell beszélnünk. A mondandóm lényege, hogy a világ erő egyensúlya elmozdult, és ennek súlyos következményeit nyögjük most. Nagyon érdekes ahogy itt már az elején fogalmaz Orbán Viktor, azt mondja, hogy a világnak az erő egyensúlya kimozdult. De hogy is kell ezt értelmezni? Én a történelmi tudásom alapján egyetlen egy módon tudom ezt értelmezni, úgy, hogy fennállt a 20. század alatt, a hidegháború alatt a többpólusú világrendszer, ugye az Amerikai Egyesült Államokkal és a Szovjetunióval, ami talán mondható volt egyfajta erőegyensúlynak, de a Szovjetunió felbomlásával és azzal, hogy a hidegháború egyértelműen eldőlt, és az amerikaiak nyerték meg, ezzel egy új világrend alakult ki a Pax Americana, ahol egy egypólusú világrendben az Amerikai Egyesült Államok lett a vezető. Ez az egypólusú világrendnek az új erőegyensúlya lett, majd azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy relatív hanyatlásba kezdett, és megjelent két kihívója a porondon, Oroszország és Kína. Ezzel én úgy gondolom, hogy Orbán Viktornak igaza van, ez az erőegyensúly amelyet az Egyesült Államok egyedül tartott fenn, és a szövetségi rendszere, ez megbomlott, ebben úgy gondolom igaza van Orbán Viktornak. De azt már nem teszi hozzá, hogy ez az erőegyensúly azért bomlott meg, mert ez a két hatalom, Oroszország és Kína kihívta ezt a világrendet, és erőszakosan próbálja felbontani. Emlékezzünk vissza, a második világháború után 80 évig a világban erő egyensúly létezett. Azt azért még fontosnak tartom hozzátenni, hogy mi a különbség világviszonylatban egy egypólusú és egy többpólusú világ között. Én azt gondolom a történelmi ismereteim alapján, hogy az egypólusú világrend az mindig egy biztonságosabb világ volt, és a többpólusú világrend pedig káoszhoz, anarhiához és nagyon sok háborúhoz vezetett eddig. Ha megnézzük Európa történelmét a Westfáliai béke előtt és után, akkor ez tisztán látható. Ha megnézzük a világ történelmet az első világháború előtti időszakból és a második világháború utáni időszakot, akkor ezt megint szerintem tisztán lehet látni. Ez az időszak számunkra nekünk magyaroknak két részből állt. Ott az első 45 év, amikor az angol szászok odaadtak bennünket a szovjet kommunistáknak, ez tényleg így történt? Ez egy nagyon furcsa és sajátos történelem magyarázat Orbán Viktor részéről, és nem lehet mondani, hogy ez feltétlenül hazugság vagy igaztalan, csak azt lehet mondani, hogy egy nagyon furcsa fénytörésről mutatja be a valóságot. Én inkább azt mondanám, hogy a Szovjetunió tette rá a kezét Kelet-Európára, és ezzel Magyarországra is, a nyugat pedig nem tudott Kelet-Európáig benyomulni, hogy a saját demokratikus rendszerét ki tudja terjeszteni idáig. Az, ha Orbán Viktor azt mondja, hogy az angol szászok odadobtak minket az oroszoknak, ráadásul azt mondja az oroszoknak, nem a Szovjetuniónak, de mindegy, az megint azt mutatja, mint amit az Orbáni retorikában nagyon sokszor észre lehet venni, hogy itt a nyugat a gonosz aktor, és a Szovjetunió, illetve Oroszország csupán ennek a haszonélvezője, nem pedig ő az aktor. Ezek nagyon fontos distinkciók úgy gondolom, és érdemes erre kitérni. Akkor még nem voltak olyan finnyásak az oroszokra, mint manapság, Finnyásra. és volt a második eddig 33 év, amikor szabadon katonai megszállás, Szovjetunió és kommunisták nélkül élhettünk 80 év, bár ez nagy változás volt, de a világ egyensúlya nem bomlott meg, mert a Szovjetuniót Sikerült háború nélkül kivezetnünk a történelemből. Igen, és most úgy látszik, hogy Putyinnal ez a szovjet birodalmi ambíció visszatérőben van, még ha egy sokkal gyengébb és puhább formában is. Tehát én azt mondom, hogy pont fordítva vannak a világesemények, mint ahogy azt Orbán Viktor mondja: a többpólusú világ a veszélyes, az vezet háborúkhoz, és az egypólusú világ a békéhez. Az, ha a Szovjetunió visszatér, immár Oroszország néven, az csak kihívja az eddigi békés, relatív békésnek tekinthető világrendet, és ha emellé még Kína is becsatlakozik, az meg teljesen felborítja a nemzetközi rendet. És akkor még csak arról beszéltünk, hogy az orosz autoritár rezsim és a kínai marxista-leninista alapokra épülő diktatúra kihívta a világrendet. Még nem beszéltünk ekkor az iráni vallási fundamentalizmusról és az indiai nacionalizmusról, amely szintén kihívója lehet ennek a világrendnek. Most azonban Kína elmozdította a világ egyensúlyát. Ez biztos. Ez régi félelme a nyugati világnak. Már Napóleon is azt mondta, idézem őt, hagyjátok Kínát aludni, amikor felébred, megrázza a világot. Érdekes Orbán Viktornak a Napóleon idézete. Nem tudjuk, hogy Napóleon mondta-e ezt, ezt viszont Napóleonnak tulajdonítják. Itt Orbán Viktor Graham ellison idéz, aki megírta a Tukudidész csapdája című kötetet, ugyanis ezzel kezdődik a kötet, ezzel az idézettel. De erről később még lesz szó. Tanulságos, hogy hogyan állt elő ez a helyzet. Teszek egy rövid kitérőt, módszertani kitérőt. Tapasztalataim szerint, amikor az ember politikai döntést hoz, akkor három idősíkot kell egyszerre maga előtt látnia, és az eldöntendő kérdést legelőször is be kell sorolnia valamelyikbe. És ha besorolta, csak azután szabad meghozni a konkrét döntést. Ez a három idősík, ahol a politika létezik, Taktikai idő, a stratégiai idő és a történelmi idő. Ez, ez nagyon fontos, amiről itt Orbán Viktor beszél, és érdemes nagyon figyelni rá. Ha rossz a besorolásod, akkor a döntésed nem várt következményekhez vezet. Uh -huh. Mondok két példát. Amikor Merkel asszony. 2015-ben szembesült a migráns invázióval, akkor a problémát a taktikai időbe sorolta be, és azt mondta, hogy wir az, vagy vagyis meg fogjuk oldani. Uh -huh. Ma már nyilvánvaló, hogy a valóság, hogy az, hogy a kérdés, az a stratégiai időhöz tartozott, mert a döntésének a következménye át fogja alakítani Németország teljes kultúráját. Abszolút igaza van itt Orbánnak. Kínához. A második példa. Egyesült Államok 1970-es évek eleje. Akkor az USA úgy dönt, hogy kiszabadítja Kínát az elszigeteltségéből, nyilvánvalóan azért, hogy könnyebben tudjon elbánni az oroszokkal. Ezért ezt a kérdést besorolja a stratégiai időségbe. De kiderül, hogy valójában ez a kérdés Kína kiszabadítása az a történelmi időhöz tartozik, mert a kiszabadítás eredményeképpen ma az Egyesült Államok és mi mindannyian nagyobb erővel állunk ma szemben, mint amit le akartunk győzni. Abszolút igaza van Orbán Viktornak, és amikor ilyen dolgokról, ilyen súlyos történelmi vonatkozású dolgokról beszél a doktor miniszterelnök úr, akkor látszik, hogy Orbán Viktor azért elég jól látja a történelmet, elég tudással rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő diagnosztikát adjon a világ történelmi folyamatairól. Nagyon jól rámutat ezeknek a problémáira viszont azt gondolom, hogy ott hibázik az elmélete, amilyen válaszokat ad rá. A nyugati világ válságára és a nyugati problémákra ugyanis ő a keleti nyitást választotta. Azt, hogy hátat fordít a nyugati világnak, és próbálja ezt az egypólusú világrendszert felbontani, kialakított egy önkényes államot itt Magyarországon, és keletre nyitott az autoriter rezsimek felé. A veszély, kedves barátaim, az, a helyzet azért veszélyes, mert az aranyéremnek már van gazdája. Uh -huh. USA. Az Egyesült Államok a saját polgárháborúja 1870-es évek után úgy nőtt fel, hogy ő az első számú ország, a világ gazdasági elsőség elidegeníthetetlen joga, a nemzeti identitása része, egyfajta hittétel. Uh -huh. És amikor ezt a pozíciót kihívás érte, Egyesült Államok ezt mindig sikeresen visszaverte. Uh -huh. Visszaverte a Szovjetuniót, és idézzük föl, visszaverte az Európai Uniót is. Hát, ezt nem tartom igaznak, amit itt Orbán Viktor mond. Ugye itt megint arról van szó, hogy Orbán Viktor szerintem nagyon pontosan megnevezi azt, hogy mi is történt, hogy milyen folyamatok mentek végbe, de egy olyan végkövetkeztetést von belőle, amit én nem tartok igaznak. Én nem gondolom, hogy az USA kihívót látott volna az Európai Unióban, és legyőzte őt. Ugye nagyon sokan kárhoztatják az Európai Uniót, az Európai Szövetséget, hogy miért nem tud egységesen fellépni, miért nem tud kellő hatást, Fellépni, miért nem tudja magát világpolitikai erővé kinőni? Miért van az, hogy három globális nagyhatalmi játékos van: az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Kína és az Európai Unió nem tud felnőni ezekhez negyediknek. Én azt gondolom, hogy ennek sokkal prózaibb oka van annál, mint hogy az Amerikai Egyesült Államok tudatosan züllesztette le az Európai Uniót, tudatosan furta, faragta, hogy ne léphessen elő globális játékossá. Én azt gondolom, hogy ennek földrajzi, nyelvi, nemzeti és kulturális okai vannak. Nézzük meg az Amerikai Egyesült Államok földrajzát, nyelvét tagoltságát, majd nézzük meg Kínának a földrajzát, a nyelvi egységét, tagoltságát, kulturális egységességét. Nézzük meg ugyanezt Oroszországba. Ugye az amerikai Egyesült Államok viszonylag könnyen egy friss ideológia mentén tudja egyben tartani az amerikai Egyesült Államokat, mint globális intézmény, és ennek megfelelően nagyon sikeres tud lenni. Kína már egy több ezer éves birodalmi logika mentén tudja egységesen összetartani a kínai birodalmat mondhatjuk ezt úgy gondolom birodalomnak, amiről azt gondolja, hogy Hongkong, Makao, Tibet, és még Taiwan is a része kell, hogy legyen. De itt ugye nyelvi és kulturális akadályok azért kevésbé vannak. És akkor megnézhetjük Oroszországot is, vagyis az Orosz Föderációt, hogy azt miként tartja össze most egyébként Vladimir Putyin nagyon erőszakosan és nagyon erős kézzel. Ugye az orosz birodalom egyben tartása nagyon sok erőszakot igényelt a történelem során, de jobbára sikerült egyben tartani, és ezért tudott világpolitikai tényezővé válni a 19. század környékén. És ott van Európa az Európai Unió, ami rengeteg kis államból áll, különböző nyelvekkel, különböző kulturális tradícióval, különböző nemzettudattal. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió soha nem tud annyira egységes lenni a jövőben, mint ez a másik három nagyhatalom. Ennek nem az az oka, hogy külső erők nem hagyják, hanem hogy belső logikája, történelme, tradíciója mentén ez egyszerűen nem tud megképződni. Ez egy olyan elnyomó hatalom mentén tudna létrejönni, ahol eltörlik a különböző nyelveket, a különböző tradíciókat, a különböző nemzeti hagyományokat, egységesítenék egész Európát, és akkor ennek mentén egy ilyen birodalmi logikában egy nagy hatalom létre tudna jönni, de ez ugye egyáltalán nem realitás, a nyugati élethez ez semmiféleképpen nem hozzáegyeztethető, persze ezzel Orbán Viktorék is riogatnak folyamatosan, hogy Brüsszel el akarja törölni a nemzeteket, a nemzettudatot, a tradíciót, Magyarországot, a magyar nemzetet, minden, de ennek semmiféle a realitása nincsen, úgy gondolom. Egy európai, egyesült államok nem tud létrejönni a sok-sok különböző nemzet miatt. És kedves táborlakók, van itt egy egyszerű összefüggés a nemzetközi Táborlakok. politikában. Minél nagyobb a gdp a nemzeti összterméked, annál nagyobb a befolyásod a nemzetközi ügyekben. Én ezt nem gondolom, hogy csak a GDP-re lebontható. Itt azt gondolom, hogy három tényező van, amelyből egyik ténylegesen a GDP, de a másik kettő a katonai potenciál, és a szövetségi rendszer, ami szerintem egy nagyon alulértékel dolog ma, pedig talán az egyik legfontosabb, hogy ki milyen szövetségi rendszerbe tud, vagy van lehetősége betagozódni a belépnie. És Orbán Viktor itt azt mondja, hogy GDP-ben Kína már lehagyta az Egyesült Államokat, ami nem igaz, de potenciálisan a jövőben lehagyhatja. A katonai potenciáját tekintve ugye azt látjuk, hogy inkább mennyiségben nagyon erős Kína, minőségben nem annyira. Katonai támaszpontja kevés van, katonai szövetségese kevés van, katonai technikában sem tartott, pedig nagyon nagy fejlesztések vannak, és hát a szövetségi rendszerét tekintve pedig jóval elmaradottabb, mint az Egyesült Államok. Ezeket az összetevőket úgy gondolom, hogy Orbán Viktor kihagyta az elemzéséből, pedig szerintem nagyon fontosak, és nem lehet csupán a GDP-re, egyetlen adatra leszűkíteni az egészet, és ennek mentén meghatározni, hogy kinek mekkora hatása van a világpolitikára. Ma azt látjuk, hogy az amerikai dominancia folyamatosan visszaszorul a világszínpadon. Márpedig a világ elsők az ilyesmit nem szeretik. Egyszerű az észjárásuk, nagyjából úgy összegezhető, hogy itt vagyunk a világ tetején, azért kapaszkodtunk fel ide, hogy örökre itt maradjunk. Orbán Viktor már csak tudja, hogy működik ez. De úgy gondolom, hogy Orbán Viktor itt megint nagyon jól látja a helyzetet. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok és a szövetségi rendszere nem akar leadni abból az egypólusú világrendszerből, amit kiépített, és nem szeretné, ha ez felbomlana több és a liberális demokrácia, lehanyatlóba lenne, és valami más ideológia kerülne a helyére. Ebben a diagnózisában Orbán Viktornak megint igaza van az a kérdés, hogy ez jó-e a világnak, és hogy mi kerül a helyére, ha a liberális demokráciát kivesszük az egyenletből és megvugtatjuk. Még egyszer el kell, hogy mondjam, hogy jelenleg a liberális világrendnek a kihívói az orosz autoritár rezsim, a kínai marxista-leninista diktatúra, az iráni vallási fundamentalizmus és az indiai nacionalizmus. Én jelenleg nem tudok más ideológiát és potenciális világhatalmi játékost, amely kihívhatná az Egyesült Államok liberális demokráciáját. Van persze ez a történelmi dolog. Van, van bizony. Ami kellemetlen, de a lényeg, hogy az mindig más országokkal és más népekkel történik, számunkra véget ért és mi örökre itt maradunk a világ tetején. Ez egy csábító gondolat, de a mi életünk mai napjainak kellemetlen igazsága az, hogy nincsenek állandó győztesek és állandó vesztesek a világpolitikában. Ez biztos így van. És nem is feltételezem, hogy az Egyesült Államok azt gondolja saját magáról, hogy örökké uralni fogja ezt a világrendet, de jelenleg azt gondolja, hogy ez a helyes világrend, és ennek a fenntartása érdekében hajlandó áldozatokat hozni. Van egy nagyon érdekes könyv, amelynek néhány sorát beszeretném majd idézni, amelyet Robert Kagan, amerikai politológus írt, és az a címe, hogy a dzsungel visszavág. És ebben Orbán Viktortól is idéz a híres politológus. Nagyon érdekes pont a 2014-es nagy ideológiai illiberális tusványos beszédéből idéz. És ez a könyv szól arról, ahogyan az eredeti címe is mutatja, a dzsungel visszanő, hogy az amerikai Egyesült Államok az a kertész, amely folyamatosan próbálja visszanyesni a dzsungelnek a vadhajtásait, amilyen egyébként úgy gondolom, hogy Orbán Viktor is. Orbán Viktor is a demokrácia egy vadhajtása. Ebben a metaforában ugye azok, akik a liberális demokráciát szeretnék hosszú távon működtetni, fenntartani, nekik ugye metszőólót kell fogniuk azért, hogy a dzsungelnek a vadhajtásait visszavágják. A dzsungel, meg ugye nő, nő folyamatosan és folyamatosan kihívói jönnek létre a liberális demokráciának, úgy mint Oroszország, Kína, Belarus, Törökország, Magyarország. Vagyis tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt táborlakók, ma úgy élünk, hogy napról napra haladunk az összeütközés felé. A kérdés, az egymillió dolláros kérdés, hogy elkerülhető-e az összeütközés. Erről egyre több tanulmány és könyv lát napvilágot, én is ezekből dolgozom. Az egyik figyelemre méltó azt mondja, az elmúlt 300 évben 16 olyan eset volt, amikor a világ első hatalom mellé, illetve elé egy új bajnok emelkedett. Uh -huh. A rossz hír az, hogy a beazonosított 16 esetből 12 háborúval végződött, és csak négy zajlott le békésen. Így van. Itt ugye Orbán Viktor attól a szerzőtől idéz, akire hivatkoztam már én is, Graham Ellisonra, aki a Tukidézt csapdájával ezt a számvetését, ezt az elemzését prezentálta, és ezt a részt majd később idézni is szeretném, amire Orbán Viktor is hivatkozik. Vagyis, kedves barátaim, a világpolitikában ma a legveszélyesebb pillanatban vagyunk, amikor az első számú nagyhatalom látja magát a második helyre süllyedni. A tapasztalat az, hogy az uralkodó nagyhatalom általában jobb indulatúnak, jobb szándékúnak látja saját magát, mint amilyen, és a kihívónak pedig gyakrabban tulajdonít rossz indulatot, mint indokolt lenne, illetve kellene. Következésképpen a szemben álló felek nem a másik szándékából, hanem a másik képességéből indulnak ki, vagyis nem abból, hogy mit akar tenni, hanem mire volna képes és már kész is a háború. Ó, ez nagyon érdekes, amit mond itt Orbán Viktor. Orbán Viktor itt azt mondja, hogy Kínának nem a potenciális képessége szerint kéne megítélni azt, hogy mit is akar, hanem szándéka szerint kéne eljárni. Hogy mit is akar Kína? Nos, ez nagyon érdekes kérdés, amit felvet itt Orbán Viktor. Tök jó lenne, ha megválaszolná, hogy szerinte mit is akar Kína? Mi Kína szándéka? Azt ugye tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak ebben az egyporusó világrendben mi a szándéka. Szándéka szerint támogat minden olyan törekvést, amely a saját maga által kitalált liberális demokrácia felé hajlik, amelyik ország ezt a rendszert szeretné átvenni, vagy ahol vannak ilyen támogatók, ezeket segíti az Egyesült Államok azért, mert egyrészt ideológiailag ezt tartja helyesnek, ezt tartja szabadnak, ezt tartja igazságosnak, más másrészt pedig ezt a rendszert tartja stabilnak, és ezekkel a stabil rendszerekkel tud az Egyesült Államok hosszú távon Kereskedelmi partnerré válni. Itt úgy gondolom, hogy az USA-nak egy kettős szándéka van: egyrészt egy ideológiai, másrészt egy hosszú távú, üzleti, kereskedelmi szándéka van. Ezt lehet szeretni, ezt lehet nem szeretni, ezt lehet kritizálni, és azt gondolom érdemes is, de azt látjuk, hogy ezt a liberális demokráciát minden ország önként vállalja, önként akarja átvenni, mert stabilitást és prosperitást lát benne. Na de ezzel szemben mi Kína szándéka? Ezt nagyon érdemes lenne tisztázni, és erre nincs nekem sem exakt válaszom. Azt látom, hogy Kína hogy működik, hogy milyen elnyomó, megfigyelő államot alakított ki, milyen államkapitalista rendszert alakított ki, látjuk, hogy Kína hogy bánik az ellenzékével, nézzük csak meg Hongkongot, mit kezd Hongkonggal, nézzük csak meg, mit csinált Kína Makaón, nézzük meg, hogy Tibettel mit csinált Kína, és nézzük meg, hogy Tájvánnal milyen tervei vannak Kínának. Azt gondolom, hogy nagyjából valami hasonlóra számíthat a világ, ha Kína lesz a világrendnek a megszervezője. Már csak az a kérdés, hogy ez jó lenne a világnak? Ezt hívják tüküdidész csapdájának. Így van. Aki megírta a Spárta és Atén közötti Peloponnesus háború történetét, és először azonosította be ezt a problémát. Nagyon érdekes. Hölgyeim és Uraim, a mi életünkre nézve ebből az következik, hogy a két nagy közötti összeütközés, ideértve a katonait is, valószínűbb, mint ahogy azt ma innen Tusnárt fürdőről látjuk. Ez lehetséges. Jó hír, vagy legalábbis reménysugár, hogy a háború az nem elkerülhetetlen. Ennek az a föltétele, hogy a világ elmozdult egyensúlya helyett a világ képes legyen új egyensúly találni. Na és itt érkezünk el ahhoz a veszélyes dologhoz, hogy mi is lenne ez az egyensúly. Milyen rendszer hívja ki a mostanit, és az kinek lenne jó? A kérdés az, hogy hogyan. Hm, hát ez A, a az, hogy ez a nagyfiúk dolga. Ebben nekünk nem osztottak lapot. Ne essünk szereptévesztésbe. Mi csak annyit mondhatunk, hogy most valami olyasmit kellene tenni, amire még nem volt példa, a nagyoknak el kellene fogadni, hogy két nap van az égen. Na hát ez az, amit Orbán is mond, hogy ilyenre történelmi példa még nem volt. Melyik volt az a történelmi kor, az a történelmi pillanat, az a történelmi helyzet, ahol volt két világhatalomra törő erő, és azt tudták mondani, hogy oké, okay, felezzük meg a világot, vagy felezzük meg a javainkat, vagy kössünk egy örökös, meg nem támadási szerződést annak érdekében, hogy békésen tudjunk egymás mellett élni. Hát nem tudom, ezek a világhatalmi erők nem azért lépnek világhatalmi erő nagyságára, hogy aztán megalkudjanak, hogy aztán azt mondják, hogy nem is biztos, hogy az én rendszerem a legjobb, hanem lehet, hogy a tiéd is nagyon jó abban a régióban, ahol vagy, vagy én nem is értem, hogy mire célozik Orbán Viktor, vagy hát nem látom azt a történelmi pay that amely alá támasztaná ezt a vágyálmot. Szerintem is nagyon szép lenne, ha minden ilyen világban lévő konfliktust meg lehetne oldani tárgyalóasztaloknál, és nem kellene embereknek meghalnia ezért. De az emberi természet úgy gondolom, hogy a történelem során nem erre adott tanúbizonyságot. Nem így működik sajnos az ember. És nem gondolom, hogy Orbán Viktor itt megint egy békés együttélés reményében mondja azt, amit gondol. Én azt gondolom, hogy ugyanaz a retorika jelenik meg itt nála, mint amit az orosz orosz-ukrán háború kapcsán is hangoztat. Ő azért szeretne békét az orosz-ukrán háborúba, hogy az amerikai érdekek minél inkább kiszoruljanak Európából, és az orosz érdekek minél inkább visszajöhessenek Európába. És így gondolkodik Orbán Viktor világviszonylatba is, hogy az USA érdekei minél inkább szoruljanak ki a világból, és a kínai érdekek minél inkább jöjenek be a világpolitikába. Azért, mert az ő autoritár rezsimje ehhez hasonlatos az orosz rendszerhez és az érdekei pedig a kínai rendszerhez sokkal inkább kezdik már kötni mint az Amerika Egyesült Államok rendszeréhez. És nagyon fontos volt itt azt gondolom, hogy Orbán Viktor behozta a tüköridés csapdáját, igen, ezek a történelmi mintázatok nagyon jó alapot adnak ahhoz, hogy megvizsgáljuk a jelenlegi világfolyamatokat, és ebből tanulságokat tudjunk levonni, és nézzük is meg, hogy Orbán Viktorit mire utalt, és azt gondolom, hogyha megvizsgáljuk az Orbán Viktor által citált 16 ilyen helyzetet, amikor egy hanyatló hatalomnak kihívója lett, és megnézzük azt, hogy mi volt az a négy alkalom, amikor a világtörténelem el tudta kerülni azt, hogy háború legyen ebből, akkor talán jobban tudunk következtetni. Itt érzek egy pici elhallgatást Orbán Viktor részéről, de nézzük meg, hogy mire is gondolok. Így kezdődik Graham Ellisonnak a Tüködidés csapdája című kötete, itt látszik Orbán Viktornak az idézete, amit ugye Napóleonnak tulajdonítunk, gyakorlatilag Orbán Viktor a könyvnek az első sorából idézett, nagyon vicces. De nagyon jónak is tartom azt, hogy Orbán Viktor ilyen könyveket olvas, hogy ezekből tájékozódik, hogy innen meríti a történelmi és geostratégiai inspirációit, azt már kevésbé tartom örvendetesnek, hogy milyen következtetéseket von le ezekből a dolgokból. Na de a lényeg, amiért fontosnak tartom, hogy belenézzünk a könyvbe, ez a négy eset nagyon fontos, hogy mikor és milyen történelmi kontextusban is történt meg, amikor ebből az összeütközésből, ebből a hatalmi ellentétből nem kerekedett háború. Graham Ellison ezt írja. Szerencsére tuküdidés csapdájából való kilépés nem csak elméleti kérdés. Az elmúlt 500 év legalább négy olyan esetet kínál, amikor a felemelkedő és uralkodó hatalmak sikeresen, háború nélkül kormányozták át államhajóikat a veszélyes zátonyokon. Az első ilyen eset a 15. század végén, 16. század elején történt, amikor Spanyolország a világ domináns tengeri hatalmának riválisává vált, majd végül Portugália helyébe lépett. A legutóbbi a hidegháború vége óta Németország európai dominanciájára való felemelkedése. A jó hírek két legtanulságosabb esete a 20. századból származik. Az első, amikor az Egyesült Államok letaszította az Egyesült Királyságot a világ vezető hatalmáról. A második, amikor a felemelkedő Szovjetunió fenyegette Amerika egypólusú hatalmi pozícióját együttesen gazdag támpontokat kínálnak a vezetők számára, akik arra törekszenek, hogy Kína felemelkedése az ötödik háború nélküli eset legyen. Na ugye ez nagyon érdekes, és így már picit más kontextusba helyezi azt, úgy gondolom, amit Orbán Viktor mondott, hogy 16-ból 12 esetben a világ történelem során háború lett, ezért most is jó eséllyel háború lesz, ha az Egyesült Államok nem hátrál meg kicsit, vagy valamilyen módon. Ugye ezt sugallta Orbán Viktor, de ha kicsit történelmi kontextusban megnézzük, hogy mikor is történtek ezek, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a közelmúltban történtek, és nagyon jó történelmi példát mutatnak a mai vezetőknek, hogy hogy is kell ezeket a konfliktusokat elsimítani, ezeken megegyezni. És a könyv végén van egy függelék is, ami felsorolja mind a 16 ilyen konfliktust, és ezt is érdemes megnézni. Na itt van ez a függelék, és ha ezt jobban megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ezekben a világ politikai konfliktusokból legfőképpen, vagyis jó eséllyel a 16., 17., 18. és 19. században lett háború. De nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk, hogy a 20. században mi a helyzet ezekkel az ellentétekkel. Ha csak a 20. századot nézzük meg, akkor már azt látjuk, hogy 6 ilyen konfliktust tudunk felsorolni, és ebből három végződött háborúval, Három pedig nem. Ez a három mondjuk meglehetősen jelentős és elképesztően ijesztő háborúkba torkollott, ugye a két világégésbe, az első és a második világháborúba. Először ugye a németek voltak felemelkedőben, az Egyesült Királyság, Franciaország és Oroszországgal szemben, ez okozta az első világháborút, a második esetben pedig a németek és a japánok voltak felemelkedőben. A Szovjetunióval szemben, Franciákkal, Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal szemben, és ez okozta azt a konfliktust, amit második világháború néven ismerünk. Tehát a világvezetőinek a 20. századból itt van három jó példa, hogy hogy lehet ezeket a konfliktusokat kezelni, és három nagyon rossz példa, hogy hogyan nem érdemes ezeket a konfliktusokat kezelni, mert az egy globális világháborúhoz vezethet. Na de egy pillanatra visszagravitálva még Tusnád fürdőre, a 2014-es Tusnád fürdői illiberális beszédére Orbán Viktornak szeretném megidézni Robert Kégent, aki ebből a beszédéből idéz a Dzsungel Visszavág című kötetében. Na ezt ilyen nagyon bénán kifotóztam a fizikai kötetemből, mivel ez nincsen sajnos meg digitális formában, csak angol nyelven, és nagyon fontosnak tartom ezt a néhány sort Robert kagan hogy jobban megérthessük Orbán Viktor politikáját, Orbán Viktor hosszú távú politikáját, és itt nagyon érdekes felhozni azt a három síkot, a három síkját a politikának, amiben Orbán Viktor is gondolkodik. Amiről itt beszélt, túlsványosan. Ugye azt mondta, hogy a politikának három síkja van. Van a taktikai, van a stratégiai, és van a történelmi. És úgy gondolom, hogy mindenkinek érdemes lehet feltenni azt a kérdést, hogy Orbán Viktor számára mit jelentenek ezek a síkok. Mit jelent a taktikai sík, a stratégiai sík, és a történelmi sík. Saját maga politikájában. Én azt gondolom, hogy a taktikai sík az azt jelenti, hogy minden nap milyen döntéseket hoz Orbán Viktor, és ez csupán arra vonatkozik, hogy a következő választást megnyerje. Úgy gondolom, hogy ez Orbán Viktor. Taktikai síkon értelmezett politikája. Orbán Viktor stratégiai gondolkodása már arra merül ki, hogy az aktuális döntéseik milyen közép és hosszú távú következményeket fognak magába hordozni, és ez milyen hatással lesz a következő két-három választásra. Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor stratégiája az elkövetkezendő két-három választás megnyerésére koncentrál. És Orbán Viktor harmadik politikai síkja, a történelmi síkja, azt gondolom, hogy a keleti nyitásban gondolkodik. Azon gondolkodik, hogy a nyugat hanyatlását hogy tudná elősegíteni, és hogy tudná ezt a többpólusú világrend kialakulását elősegíteni. Hogy tudná az orosz rezsimet támogatni, és hogy tudná a kínai előrenyomulást támogatni. Úgy gondolom, hogy ez Orbán Viktor történelmi síkon vett politikai víziója. És a Robert Kégentől kiragadott idézet pedig, amiben Orbán Viktort is megemlíti, a következő. A globális és a geopolitikai trendek értelmezése nagyobb hatással van a vezetők döntéseire és az emberek viselkedésére világszerte, mint azt képzelnénk. Amikor az 1920-as és 1930-as években a fasizmus volt feltörekvőben Európában, az emberek jobban hajlottak a fasizmusra, még Latin-Amerikában és Afrikában is. Amikor az 1950-es és 60-as években a kommunizmus látszott emelkedni, mások is jobban hajlottak rá, hogy annak zászlóját hordozzák a világ távoli szegleteiben. Amikor 1989 után a demokráciák váltak a legsikeresebb hatalmakká, az emberek ahhoz a győztes csapathoz akartak csatlakozni. Nem meglepő, hogy a 2008-as gazdasági válság után széles körben elterjedt meggyőződés, amelyet maguk az amerikaiak hívtak életre, amely szerint az Egyesült Államok hanyatlóban van. Az egész világon éreztette hatását, beleértve Európát is. Amikor néhány évvel ezelőtt a magyar miniszterelnök Orbán Viktor beszédében az illiberális államot éltette, azt mondta, csak az új globális realitásokra reagál. A 2008-ban nyilvánvalóvá vált globális pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi, politikai, katonai, nagyarányú, erőátrendeződésre. És nagyon érdekes volt ezt a kötetet olvasnom Kegentől, és nagyon érdekes volt Orbán Viktor politikai szerepvállalását így nagy világviszonylatba megnézni, és az ő teljes pályáját így áttekinteni gyorsan. Azt lehet mondani, hogy 1989-ben a kommunizmus bukásával és a demokráciák előretörésével Orbán Viktor volt a legnagyobb demokrácia hívő. Az, hogy 1989 előtt mi volt Orbán Viktor, arra léteznek elméletek, de ezt nem lehet pontosan tudni. Azt viszont igen, hogy a 2008-as válság után Orbán Viktor, ahogy trónra került, kihirdette a keleti nyitás politikáját. Orbán Viktor a kommunizmus bukásával demokratává vált, és Orbán Viktor a nyugati liberális demokrácia hanyatlásával egyből egy illiberális fordulatot vett. De hogy ez mennyire volt jó döntés, azt majd a történelem fogja elbírálni. Én azt gondolom, hogy az elhamarkodott és morálisan helytelen döntés volt a részéről. Some fruit juice. Orbán Viktor is a demokrácia egy vadhajtása, amelyet bizonyos erők vissza akarnak vágni. Ez nagyon hülye hangzik. Az, hogy 89 előtt mi volt Orbán Viktor, az félig meddig rejtély, de sokan mondják, hogy reformkommunista volt. Román hadakon átvágva érkeztünk meg ide. <laughs> mi a f